Többek között zene és táncos bemutatókkal készültek a siklósi gyerekek abból az alkalomból, hogy átadták a felújított Kanizsai Dorottya és Batthyány Kázmér általános iskolákat. Egy 5 éve megálmodott projekt zárult le a beruházással, melynek köszönhetően több mint 1200 siklósi és környékbeli diák tanulhat modern környezetben, valamint 150 pedagógus oktathat korszerű körülmények között. Siklós szempontjából ennek a beruházásnak nagyon nagy jelentősége van, hiszen egy komplex intézményfejlesztéséről van szó. Itt mind a két általános iskola gyakorlatilag a 21. századi követelményeknek megfelelően felújítottuk 994 millió forintból, és most a következő feladat az, hogy a két iskolához tartozó gimnáziumot újítsuk majd fel a következő években. A most lezárult fejlesztés során megújultak a tantermek, korszerű természettudományos és nyelvi labort alakítottak ki, valamint egy külön szárnyal és emeletráépítéssel bővítették a kanizsai iskolát. Az új terekben művészetoktatást, táncot, énekzenei tehetséggondozást szolgáló termeket, könyvtárt, két fejlesztő szobát hoztak létre, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát is kiépítették. Arra fogtunk kezet itt másfél-két évvel ezelőtt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egyébként a fejlesztésekhez kapcsolódóan, akár a közterületeken, akár a hiányzó elemekben, a város pénzben is, energiában is, munkában is, szervezésben is segítséget nyújtson. Igyekeztünk ennek megfelelni, és azt gondolom, hogy mind a két intézmény vonatkozásában azért vannak olyan fejlesztések, olyan elemek, amikkel a város hozzá tudott ennek a komplex egésznek a megvalósulásához hozzá tudott járulni. Így például a főbejáratot az önkormányzat önerőből újította fel 10 millió forintból, de parkolót is kialakítottak. A Batthyány Kázmér iskolában pedig új tornaterem és egy természettudományos szaktanterem létesült, továbbá a régi tornatermet is felújították, hogy a jövőben táncteremként is használhassák az iskola tanulói.